A november 1-től krízis időszaknak számító téli hónapokban a hőmérséklet lehűlésével egyre többen szorulnak segítségre a megyeszékhelyen és a környező bokortanyákon. A szociális egyesületek a hajléktalanokat, valamint a tanyavilágban élőket is segítik. A Jobb Olivér Szeretet Intézmény a szociális étkeztetés mellett célul tűzte ki, hogy a tanyagondnoki szolgálat keretében minden nap meglátogassanak 800 egyedül élő idős embert. A szociális étkeztetést két kollega végzi, de nyilván együttműködnek a tanyagondnokainkkal, tehát hogyha valamilyen problémát észrevesznek, tapasztalnak, akkor szólnak a tanyagondnokoknak. A tanyagondnokok segítik az információ áramlást, információ nyújtást az időseknek, házkörüli munkában nyújtanak segítséget, tehát fát vágnak, begyújtanak, hogyha arra van szükség az idősnek, gyógyszert feliratnak, kiváltanak, bevásárolnak, illetve egészségügyi vagy ilyen kulturális műsorban szállítják az időseket. A megyeszékhelyen működő periféria egyesület munkatársai minden este felkeresik az utcán élő hajléktalanokat, és meleg teával, takarókkal látják el őket. A téli időszakban a megemelt utcai ellátási szám mellett a rászorulókat akár az éjszakai melegedőbe is elszállítják az egyesület kríziskocsijával. Két kiemelt feladatunk van ilyenkor. Egyrészt a 24 órás diszpécser szolgálat működtetése, ami azt jelenti, hogy 24 órában a szociális munkások fogadják a bejelentéseket a régióból. Ezek a bejelentések utcán krízis helyzetbe került általában hajléktalan, de nem csak kifejezetten hajléktalan személyekkel kapcsolatban intézkednek, vagy érkeznek, illetve a másik szolgáltatás, ez a 24 órában működő krízisautó szolgálat, ahol két szociális munkás rendelkezéssel folyamatosan egy felszerelt autón, és ezekre a bejelentett hívásokra helyszínre mennek és intézkednek. A Periféria Egyesület vezetője elmondta, hogy tevékenységi területükön az elmúlt években nem történt kihűléses haláleset.